azt látjuk, hogy kinevet az elején, de azt még nem tudjuk, hogy kinevet a végén. José de Souza Denen Opert összecsapás, ötödik mérkőzésük, mind a négy ezt megelőző összecsapást José de Souza nyerte. Ekkor azt lehet mondani, hogy nagyon nagy különbséggel, tehát meg sem tudta szorítani őt Denen Opert. Hát ez is egy nagy kérdés, Noppert remek formában, tehát egy tényleg olyan játékokat produkál az utóbbi időben, amivel nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy a top 10 játékosok közé bekerülhetne, természetesen nem olyan egyszerű, de ranglistán, de az a játék, ami produkál, az abszolút top játék. Most az a nagy kérdés, hogy De Souza ellen melyik formáját fogja elővenni, de én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz nagy meglepetés, hogyha Noppert legyőzi most De Souzát. Látjuk is, hogy 2019-ben döntős volt. És aki ezt a meccset nyeri, az pedig majd holnap Dimitri van den Berg ellen fog majd mérkőzni. És ugye Michael van Gerwen ellen játszotta. Akkor is Amsterdamban ugyanitt volt a verseny, de az 11-2-re kikapott a döntőben, de hát azért szépen elverekedte magát a döntőig azon a versenyen. Csisznát vert az elődöntőben, előtte Ian White-ot, és ráadásul ilyen 11-10-10-9, tehát végig ott volt a döntő leg a nyakán, és mégis mindig megoldotta Noppert. Előtte Gary Anderson búcsúztatta, és Jeffrey Detzvánt az első körben, úgyhogy ez egy szép menetelés volt. Most az első körben De Souza vezetne az út keresztül. Na, már is jönnek a 180! Hölgyeket megörvendeztető 180 volt. Ott elől pedig az alcatrazi szökevények. Ezek szerint csak túlélték. Ugye a World Grand Prix-n is a dupla be dupla kiszállón is elment egészen az elődöntőig Noppert, ahol aztán Johnny Clayton állította meg. 140. Pont Van Gerwent vert az első körben egyébként ott. Úgyhogy tényleg remek, remek formában van most Noppert. Ugye ott a tripla. 140-ről kéne kipattannia, nem sikerül. Egy jó kiszállót kell produkálnia magának, ez meg is van. És akkor a dupla 20-ra dobhat Denis Noppert három nyilat. Elég lesz-e egy is vajon? Elég. 1-0-ra vezet a holland. Ezt könnyedén megoldotta. Game. 140, jó kezdés. Most visszakerült a szemüveg De Souzának. Ugye neki van egy, azt hiszem, diabétesze van, ha minden igaz. És amiatt volt egy-két torna, ahol szemüveg nélkül úgy érezte, hogy jobban lát. Most úgy látszik, hogy ez újra napirendre került a szemüveg, és most jó is ez a két tripla. 140. Ez triplamentes. Újabb tripla 20. Meg még egy tripla 20. Meg még egy tripla 20. 180! Hú, mekkora differencia van a
tömegben. 400 fölött Noppert, miközben 41-en Szóza. 140. 11 nyilas lehet. Be is dobja! Ha már volt egy 11 nyilas. Noppert jól kezdi triplával, aztán alá megy egy sima, de a leváltásból 131. Százas. Nem volt sikeres a leváltás. Na, visszadobja. Bizony. 180. Hoppá. Húha. Kiszállóra nem tudott lemenni, de Szóza. Noppert pedig 100 alatti kiszállón. A terepet előkészítette magának sikeresen Noppert. 2-1 lehet. Ó, 41. A második nyilván a helyén. 2-1-re vezet Noppert. Jó kezdés. 100. Picit elhibázta a szektort. Az már jó. Az is jó, 135. Lehetett volna ez könnyen 180 is. Jó játszanak nagyon. Picit alá megy. Mind a ketten 105 fölötti átlagon egyébként. És két tripla jön lent Noppertnél. A leváltás nem jó. Hoppá! Előnyösebb helyzetbe kerülhet Noppert, mert ez nem volt jó kör Szózától. Oh, dob egy bult. 70. Ó, oh, gyönyörű. 120. Na, kerekítés az 51-el nem sikerül, de szépen leküzdi magát de Szóza 66-ra. Meg tudja oldani vajon a holland ezt a 112-t. Kell a tripla 20 még mindig. Nincs meg. José de Souza 66-ra. Tripla. 10.
Be is dobja. Izgalmas, jó meccs, 2-2. Vajon kinek az előnyével, vezetésével mennek el majd szünetre? 60. Nem piskóta átlagok ez, 106-102. Sőt, most már 107 fölé kúszik Szózáé. Százas. Megint jön egy tripla 20 a portugáltól, újabb. 180, most nagyszerűen játszik. Igen, most elkapta a fonalat, és érzi, hogy nagyon fontos leg. Ráadásul ő kezd a szünet után. És egyre jobban nyomja fel az átlagát is. Újabb tripla, meg még egy tripla, de az az ötösben. Így ezt nem tudott lemenni száz alá. Száznegyven, ez sem rossz, ugyanannyi marad, mint Szózának. Opa! Egy ötös, de az még jó. 96-ra. Az alá megy. 28-at hagy magának de Souza. Dani Noppert mit dob erre a 101-re, ez a kérdés. Alatta van a triplának. Az is alatta, így nincs kiszálló. 32-re maradt. Hát ez egy kiszálló csata. És dobja. Megoldja De Souza elsőre, és így 3-2-re átveszi a vezetést. Pulisszatitkot hadároljak a kedves érzőknek, mert mi beülünk egy hangalámmondóba, és fogalmunk nincs, hogy ez most a Sport 1-en vagy a Sport 2 megy. Igen. Tehát igazából nekünk is meg kellene azt nézni, hogy most akkor a Sport 2-n közvetítünk, vagy a Sport 1-en közvetítünk. Igen, és holnap 19:45, tehát nem 7 órási kezdés van, hanem 3-4-8 után egy pár percén 19:50 körül várható az indulás. Medi és Laci lesz majd holnap a két kommentátor. 180! De Souza meg ott folytatja, ahol De Souza pedig ott folytatja. Már 3-180 dobott, ez már a negyedik neki. Tudnak a kiszállók, teljesen rendben van. Így folytatja, még King új csúcsát is veszélyezteti. Hopp, ez most azért leúszta ezt az átlagot, ez a 60. Százharmincöt. Százas. Ez százas ez is. Leszózza kiszállóra már, 161-re. A Noppertől valami nagy kéne most már, mert így meg lesz a kétleges különbség, ha nem kapja össze magát. Százas.
700 fölötti. Nem jön az 57, így csak kerekíteni tud, 62-nél 56-ot hagy magának. Kellene most a bravúra Hollandtól. Egy 124-es kiszálló. Tripla 18, az megvan. Van. És a bull. Ó, oh, az nagyon. A ládom 48-ot hagy magának. Megvan a és 16. A dupla 20. Be is dobja. De Souza. 4-2. Esetleg Kuifenhoven babérjaira tör De Souza, eddig 4-ből 4 a kiszállója. Igen, ő az összes kiszálló, tehát 100%-os kiszálló. 6-ból 6-ot. Ez csak egy szolid 40-es. Ez hol kötött ki, mert totális takarásban. Igen. 60. Száz 40. Ezzel már elégedett a portugál. Eddig tökéletes, és még hely is van. 140. Nem. Pont a csücsökben a második. 140, jó játszanak most mind a ketten. Igen, de Noppert, meg ezt most nagyon kéne. Megvan az első, még egy kellene, hogy lemenjen száz alá. Sikerül-e? Sikerült. Ó, de nagyszerűen játszik a portugál. 145, 36-ra teszi le magát. Nincs mese. Daniel Oppert, hogy meccsben tudjon maradni, ezt meg kell, hogy oldja. Hát nem oldja meg. Dupla 18, de Souza az 5-2-ért. És ha megdobja, akkor a... meg is dobja. 5-2, ő kezd a továbbjutásért. Ez egyetlen holland lehet Noppert, aki nem Hollandtól kap ki. Jól kezdi Souza, 140. Az 40 ez is. Szózának 4, Noppertnek 280-asa van. És mondhatni, az átlaga átlagon felüli Szózának. 106-os. 5-ből 5. Kiszállója a portugálnak. Noppertet még el kell hozítják, az bíztatják. Lehet, hogy nem sokáig, igen. Tudják már bíztatni. 55. Erre legyint egyet, Souza 55. Kihasználja Noppert vajon? Egyre úgy fest, igen. Az alatta. 100-as, 164-re megy le. Noppert.
206-6-ról. Hát ha le tud kerekíteni, hát, ha most két triplát dob, igen, akkor ebből egy van, megvan. Komoly esély a győzelemre. Kettő is. Van. És az 54 a 32-höz. Nincs meg, de 68-ra azért lemegy. 164 kell Noppertnek. Ó, így nincs kiszálló. 149. 129. Azt hiszem a tripla. 69. És itt most véget is érhet a meccs. 16 vagy 8. 16 megvan, és a dupla 16. Eddig minden dupláját bedobta elsőre. Egy meccs nyíl. Ezt most nem dobja be. Elhibázza. És azon túl, hogy elhibázta, Noppertnek lehetősége van, hogy visszajöjjön. Hát így nem. A 14-es simát nem tudja eltalálni. Egészen hihetetlen, hogy egy sima szektor nincs meg Noppertnek. Itt a három meccs nyíl, bedobja. Már megoldja. Szóza nyeri méghozzá 6-2-re. Hát ha rekord nem is lett, de Szóza játéka, de azért jócskán 100 fölött fejezte be, 104-es átlagot írva, nem tudom, hogy a kiszállóval befrissítették-e már. 98-as átlaga volt Noppertnek. Nagyon jó kis meccs volt ez is egyébként. Így sem panaszkodhatnak a hollandok. Egy hiba volt egyébként De Souzánál, ugye kiszállóba. Noppert is igen jól játszott. 103,86 lett a vége egyébként De Souzának. Úgyhogy jó kis izmos meccsel lett vége a mai programnak. Hát az egész mai program jó kis izmos igen. program volt, hiszen megdőlt az átlagcsúcs. Hát kedves nézők, ezekkel a... 70, majdnem 8. nyílig majdnem eljutottunk. Így van, volt egy 170-es kiszállónk is. Igen. Ezekkel a képekkel pedig búcsúzunk is, képekkel, képpel. Igen. Köszönöm szépen Lajosnak, hogy velünk tartott. Holnap pedig Medivel várjuk majd önöket. Úgyhogy addig is viszontlátást és jó éjszakát.